tetőznek az ingatlan árak. A folyamatos drágulás miatt jelentősen csökkent a kereslet a városi lakások iránt. Állásbőrze. 10 iskola és közel 40 vállalkozás mutatkozott be a Wesselényiben. Kenyér világnap. Pékáru osztással segítettek rászorulóknak szerdán Nyíregyházán. Soha nem voltak ilyen magasak az ingatlan árak az előző év azonos időszakához képest, mint egy 20%-os a drágulás. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A növekedés miatt az utóbbi időszakban jelentősen visszaesett a lakáseladások száma. A babaváró támogatást nagyrészt a kisebb városokban és falvakban használják fel lakásvásárlásra. Egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a lakásvásárlást azok, akik otthonteremtés céljából költöznének, mivel az utóbbi hónapok építőanyagár növekedése miatt az ingatlanok árai is folyamatos emelkedést mutattak. Ez negatívan hatott az adásvétel arányára. A kisebb kereslet azonban az ingatlan irodák felmérése szerint hamarosan csökkenést idézhet elő az árakban. Én azt gondolom, hogy kiegyenlített az adásvételi szerződéseknek a száma. Nyilvánvaló, hogy nem annyi lakást adunk el, mint amennyit eladtunk a nyáron, vagy egy évvel ezelőtt, de vannak lakáseladások is, vannak üzlethelyiségek, ipartelepek, és javarészt a vidéki házaknak az eladása zajlik most, de azért vannak helyi lakások is, mert a demográfiai változások azért indokolják azt, hogy lakást keressenek az emberek és költözzenek. Az ingatlan irodák egybehangzóan azt kommunikálják, a jelenlegi helyzet átmeneti, az árak alakulása pedig többek között a családvédelmi akcióterv elemeinek felhasználásától is függ. Jelenleg a babaváró támogatást fordítják legtöbben lakásvásárlásra, ugyanakkor azt is leggyakrabban a kisebb városokban és falvakban használják fel az alacsonyabb árak miatt. Még pontosabb igényfelméréssel tudjuk a keresletet javítani, illetve hát azokat az ingatlanokat, amiket bent vannak, úgy tudjuk jobban értékesíteni, ha még inkább odafigyelünk a kereső ügyfeleknek az igényére. Én azt gondolom, hogy nem lesz probléma. Az ingatlan piac az olyan, hogy vannak csúcspontok, vannak völgyek, most egy kicsit a völgyben vagyunk, de megijedni nem kell, mert a kivárás az minden területen érezhető, nem csak az ingatlan piacon. Nyilván megvárják az emberek, hogy milyen hatással van a babaváró az árakra például, vagy hogy mennyire tudják ezt a babaváró kölcsönt igényelni. Aztán majd, hogyha ezek eldőlnek, akkor az árak megint alakulni fognak. Ami Nyíregyházát illeti, az utóbbi negyed évben átlagosan 300 és 400 ezer forintos négyzetméter áron hirdették meg lakásaikat a tulajdonosok, tájékoztatott a szakértő. 10 iskola és közel 40 vállalkozás vett részt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum negyedik állásbőrzéjén. Az ehhez hasonló programoknak is köszönhető, hogy egyre kevesebb a regisztrált álláskereső, és már 245 ezeren dolgoznak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elmúlt 10 évben nem voltak ilyen eredményes mutatói a megyének. Már hagyományosnak számít a Nyíregyházi Szakképzési Centrum rendezvénye, idén negyedik alkalommal rendezték meg a kiállítást és állásbőrzét. A Szakképzés Európai Hete rendezvény sorozat célja, hogy helyi, regionális és nemzeti rendezvények révén vonzóbbá tegyék a diákok számára a szakoktatást és a szakképzést. Az állásbőrzén túl más rendezvényekkel is segíti a Szakképzési Centrum ennek a célnak az elérését. Az óvodások azt a feladatot kapták, hogy Lego kockából készítsenek egy robotot, és egy felnőtt fényképezze őket le. Több mint 150 pályamű érkezett, ezúttal is köszönhet az óvodásoknak, óvónéniknek és a szülőknek. Az általános iskolásoknak a nagypapa mesterségét kellett bemutatni, és mai szemmel milyennek látja ő ezt a mesterséget. A középiskolásoknak pedig egy iskola bemutató filmet, egy szakma bemutató filmet kellett készíteniük, megmutatni, hogy miért kell, hogy az ő iskolájukba menjenek, és miért jó az a szakma, amit ők tanulnak. Fémipari feldolgozó, eladó, szakács vagy épp cukrász. Jelenleg ezek számítanak hiány szakmának. A kormányhivatal folyamatosan készít statisztikákat ezekről, azonban a lista folyamatosan változik, időről időre újabb hiány szakmák jelentkeznek. Ezekhez pedig folyamatosan alkalmazkodni kell mind a munkavállalóknak, mind a munkáltatóknak.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a foglalkoztatási számok javulnak, hiszen a regisztrált álláskeresők száma 25.500 fő. Ha belegondolunk, 2011-ben még 61.000 regisztrált álláskereső volt, tehát azt, ahogy számolhatjuk, így az elmúlt 8-9 évben egyharmadára csökkent az álláskeresők száma. A szakképzési centrum 10 iskolájában szerdán tanítás nélküli nap volt, így mindenkinek volt lehetősége megnézni a munkaadók kínálatát, vagy épp képviselni saját iskolájukat. A Széchenyi az országosan elismert iskola, és nagyon jó alapokat tud nyújtani ahhoz, hogy a további felsőoktatásban el tudjunk helyezkedni. Többek között én azért választottam a Széchenyit, mert nagynéném és apukám példájából kiindulva jöttem ide, mert apukám informatika ágazaton végzett, és nagyon jó munkahelye van, nagyon jó a keres, tényleg. Nagynéném, ő is itt tanult, perfekt angol és német nyelven beszél, illetve kint Frankfurtban a Mercedes-Benz banknál ilyen nagy főnök. Egyre népszerűbbek ezek a rendezvények, kiváló lehetőséget teremtenek a közös gondolkodásra, valamint a diákoknak a leendő munkahelyük megtalálására, vagy éppen új szakmák kipróbálásához. Szerdától eltérően változott a benzin és a gázolaj ára a kutakon. A benzin ára bruttó 5 forinttal csökkent, így a 95-ös átlagára 381 forint literenként. A gázolaj ára viszont emelkedett, bruttó 3 forinttal, így a literenkénti átlagára már 408 forint. Pénteken viszont ismét változást tapasztalhatnak az autósok. A benzin további 3 forinttal csökken, így 378 forint lesz az átlagára. Az továbbra is igaz, hogy a töltőállomások között akár 50 forintos különbség is előfordulhat, ezért érdemes figyelmesen megválasztani a tankolás helyét. Több száz rászorulónak segített pékáru osztással 6 pékség és a Vöröskereszt Nyíregyházán a Kenyér Világnapja alkalmából. A jótékonysági cél mellett évről évre ezeknek az alapvető élelmiszereknek a jelentőségére is felhívják a figyelmet. A kenyér összetétele sokat változott az elmúlt időszakban, újabban a hosszabb szavatossági idejű kovászos félék a népszerűbbek. A zsemle és a kifli mellett pogácsa és más péksütemények kerülnek a csomagokba. Szerdán rászorulóknak adták ezeket a Kossuth téren. Hatnyíregyházi és környékbeli pékség ajánlotta fel a termékeket, az pedig a Vöröskereszt választotta ki saját ügyfélkörükből és adománykérő levelek nyomán, hogy kik legyenek a kedvezményezettek. Kaptak így belőle például helyi hajléktalan szállók, anya és csecsemő otthonok lakói, de senkit sem utasítottak vissza, aki a sátorhoz érkezett. A karitatív szervezet tapasztalatai szerint egyre többen mernek segítséget kérni. Nagyon sokszor azt vesszük észre, hogy aki rászorul, a méltósága, a tartása nem engedi, hogy segítségért forduljon, pedig nagyon sokszor ott lenne az a helyzet, amikor jó lenne, hogyha tudnánk róla, a látókörünkbe kerülne, és valamilyen módon tudnánk segíteni ahhoz, hogy az élete könnyebb vagy rendezettebbé váljon. Én azt látom, hogy egyébként sokan mernek szerencsére segítséget kérni, és tudják, hogy hova forduljanak, kik azok a szervezetek, akik az adott problémát hatékonyan is jól tudnak reagálni az ő problémájukra. A pékáru osztást az október 16-ai Kenyérvilágnap alkalmából hirdeti meg már közel 10 éve a Magyar Pékszövetség megyei szervezete. A jeles napot még 2001-ben hívta életre a Szakma Világszövetsége, azzal a céllal, hogy népszerűsítse ezeket az alapvető élelmiszeripari termékeket. Nem elhanyagolható persze az esemény karitatív jelentősége sem. Hála Istennek egy kicsit kaptam is kis süteményeket is, és nagyon jó, és jó, nagyon sokat segít a rajtam, ahogy így, hát elég borsos a kenyér, kifli minden. Idén a felajánlott közel 1000 pékáróval 3-400 embernek tudtak segíteni. Bár egyre drágább a kenyér, friss adatok szerint ugyanis egy év alatt 8,5%-kal ugrott meg az ára. Még mindig ez az egyik legkeresettebb termék a boltokban. Igaz, a trendek változnak, ahogyan a hozzávalók sem feltétlenül ugyanazok már, mint nagyszüleink idejében. Nagyon fontos, hogy változáson ment át a kenyérnek az összetétele. Ugye most már a lakosság inkább keresi a hosszú szavatosságú kovászos kenyereket, nem az adaléganya, a főfúj kenyereket, amúgy a hamar megszalad, és ugye az emberek rájöttek, hogy ha kisebb kenyeret vásárol, hosszabb a szavatossága, nem szalad ki, akkor ez is egészségesebb, és a kovászhoz készült kenyér.
A kenyér világnapjával és a sütőipar további aktualitásaival a szerda esti 35 perc című műsorunkban foglalkozunk részletesen benne. Megkezdődött a jövő évi keresztféléves felvételi eljárás a felsőoktatásban. Kettől lehet jelentkezni a 2020 februárjában induló keresztféléves felsőoktatási képzésekre. A keresztféléves eljárásban meghirdetett önköltséges alapszakokra és felsőoktatási szakképzésekre azok jelentkezhetnek, akiknek legalább érettségi bizonyítványuk van, állami ösztöndíjas és önköltséges mesterképzésekre pedig azok, akik legkésőbb 2020. januárjában megszerzik a választott képzéshez szükséges felsőfokú végzettséget. Jelentkezni kizárólag a felsőoktatási jelentkezés online felületén a felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi rendszerben lehet. A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2019. november 15-én 24 óráig rögzíteni, november 20-án 24 óráig pedig hitelesíteni kell, amit legegyszerűbben ügyfélkapuval lehet megtenni. A ponthatárokat várhatóan 2020. január 23-án hirdetik ki. Október 23-a jövő hét szerda munkaszüneti nap, így a Nyírvévé Nonprofit Kft. Által üzemeltetett nyíregyházi parkolóhelyeken díjmentes lesz a parkolás. A piacok ünnepi nyitvatartása is eltérő lesz a hétköznapihoz képest, valamennyi vásártér zárva tart október 23-án. A többi napon a piacok a megszokott nyitvatartási rendben várják a vásárlókat. Varó Dániel tartott rendhagyó irodalomórát kedden délután a Zrínyélon a gimnáziumban. Napjaink egyik legkedveltebb kortárs író, költő, műfordítója beszélt a kezdetekről és arról, hogy három gyermeke hogyan változtatta meg a munkáját. Az iskolában korábban Grecsó Krisztián tartott hasonló irodalomórát, és novemberre újabb vendéget várnak a diákok. Írtam ezeket az ilyesmi fajta verseket gyerekkoromban, és hát persze azt gondoltam, hogy nagyon jó verseket írok, de aztán amikor gimnazista lettem, akkor megmutattam a magyar tanáromnak a verseimet, és ő volt az első ember, aki azt mondta, hogy hát ezek nagyon rosszak, ezek a versek, és ezt persze először ettől elég elszomorodtam, és emlékszem, hogy akkor miután ezt mondta, akkor rögtön kidobtam a kis versíró füzetemet a kukába, ott az iskola folyosójára, és elhatároztam, hogy soha többet nem írok verset. De aztán mégis hát elkezdett érdekelni, hogy akkor mi kell ahhoz, hogy az ember kicsit jobb verseket írjon, és akkor visszamentem hozzá, és érdeklődtem, hogy tudnék jobb verseket írni. És hát akkor ő ilyen hasznos tanácsokkal látott el. Az egyik, amire nagyon emlékszem, hogy azt mondta, hogy lehetőleg mindig reménytelenül legyek szerelmes, mert csak abból lehet nagy verseket írni. Varró Dániel a fiatal költő generáció kiemelkedő alakja, akiért szertágazó alkotó tevékenysége és egyedi humora miatt a kritika és a közönség egyszerre rajong. A formának és a paródiának egyaránt mestere. Számos műfajban megmutatta már a tehetségét a hazai közönség előtt. Versek, gyermekversek, színdarabok, valamint műfordítások fűződnek a nevéhez. Már fiatal korában is jelentek meg művei különböző folyóiratokban és irodalmi újságokban. 1999 óta pedig 8 önálló kötete is megjelent. Szerencsére elég sok helyre szoktak hívni, meg szoktam venni érettségítétel, és akkor ennek kapcsán előfordul tényleg, hogy ilyen, akár ilyen középiskolákban, mondjuk igazság szerint a leggyakrabban kicsikhez, inkább alsó tagozatosokhoz hívnak, mert sok gyerekkönyvet írok. Nekem is 3 kisgyerekem van, úgyhogy mostanában főleg ők a célközönségem, de nagyon örülök, amikor ilyen lehetőséget kapok, hogy középiskolásokkal találkozhatom. Nem Varró Dániel volt az első, aki rendhagyó irodalomórát tartott a Zrínyiben. Legutóbb egy könyvhedi bemutató kapcsán Grecsó Krisztián volt a vendég. Én alapvetően azt gondolom, hogy nem csak a tanulmányokban fontos, hogy kortársírókkal, költőkkel találkozzanak, hanem leginkább abban a folyamatban, hogy olvasóvá igyekszünk nevelni őket. Ugye rengeteg vita folyik arról, hogy olvasnak-e a diákok, nem olvasnak-e a diákok. Én magyar tanárként azt mondom, hogy semmi nincs fontosabb a kommunikációban, szókincsfejlesztésben, mint hogy találkozzanak mindennapjaikban az irodalommal. És azt gondolom, hogy ezek az alkalmak lehetőséget teremtenek, hogy nem csak érettségítétel van Varró Dániel, hanem eljön, felolvas, lehetőség van a kérdésekre is, és így igyekszünk közelhozni emberileg is az alkotókat hozzájuk. A tervek szerint november végén újabb vendég érkezik az iskolába, Nyári Krisztián kommunikációs szakember irodalomtörténész személyében.
Megszerezte első bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának harmadik fordulójában lejátszott mérkőzésen 105-87-re verték a Veszprémet. Siska János együttese szombaton a budapesti Honvéd otthonában lép pályára. A két forduló után veretlen Veszprémet fogadta még nyeretlen Nyíregyháza, és a két csapat pontgazdag első negyeddel kezdte a találkozót. A 30-29-el végződő 10 perc után folyamatosan a hazaiaknál volt az előny, a nagy szünetre 7 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a csapatok. Fordulás után is ragaszkodtak egymáshoz a felek, a harmadik negyedben a vezetés többször is átvette a Veszprém, de a záró negyednek 2 pontos előnnyel vágott neki a házigazda. Az előny nőni kezdett, az amerikai Brighton Hobbs vezérletével egyre jobban ellépett ellenfelétől Siska János együttese, amely végül 100 pont fölé jutva magabiztosan szerezte meg szezonbeli első bajnoki győzelmét. Egész múlt héten ezen dolgoztunk, hogy erre a meccsre készültünk. Azt kértem a fiúktól, hogy nagyon agresszívan védekezzenek, a palánk alatti játékokat próbálják megadályozni, illetve a kinti dobásaikat. Hát úgy gondolom, hogy kisikerült, és azt szerettem volna én a fiúktól, hogy ne kapjunk 100 pontnál többet, hiszen az első két mérkőzésen 105 pont volt az átlaga ennek a Veszprémnek, úgyhogy úgy gondolom, hogy sikerült hazai pályán ezt megoldani. Láttam a csapatot az első negyedben, hogy nagyon akarja ezt a győzelmet. Az biztos volt, hogy kondícióban jól fogjuk bírni ezt a mérkőzést, és látszott, hogy a végén át tudtuk venni a vezetést, már meg tudtuk tartani, illetve növelni tudtuk még 20 pontra is, hogy gratulálok a fiúknak. A mérkőzésen 15 pontot szerző Bazsó Bruno szerint egy erős ellenféllel szemben alaposan meg kellett harcolniuk a győzelmért. Kemény mérkőzés volt, először is gratulálnék a Veszprémnek, mert tényleg nagyon jól játszottak. Egy jó csapat, szerintem egyik legesélyesebbek arra, hogy a végén győzhessenek. Szerencsére most mi jöttünk ki győztesen, úgyhogy megyünk tovább, és megpróbálunk nyerni a következő mérkőzéseken is. A nyíregyháziak amerikai légiósa Brighton Hobbs 29 perc alatt 39 pontot szerzett, mint a játékos elmondta, gyorsan beilleszkedett új állomás helyén. A város gyönyörű, a csapata pedig nagyon nyitott volt és befogadott. A mai meccsen pedig jó volt látni, hogy mindenki élvezi a játékot. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a következő fordulóban szombaton a budapesti Honvéd otthonában lép pályára. Megszerezte harmadik győzelmét a bajnokságban a sényői futballcsapat. Az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes az NB3 keleti csoportjának 10. fordulójában lejátszott mérkőzésen 5-1-re verte a Ceglédet. A tabella 8. helyén álló sényő vasárnap az ESMTK otthonában lép pályára. Az előző fordulóban Jászberényben elszenvedett 3-0-ás vereséget követően mindenképpen javítani akart a sényű, amely a tabellán előtte álló Ceglédet fogadta. A szezont döntetlenekkel kezdő házigazda az első félidő végén 2-1-es vezetéssel mehetett pihenőre. A második 45 percben újabb 3 gólt szereztek a hazaiak, így végül magabiztos győzelemmel zárta a találkozót az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros által irányított együttes. Mindenféleképpen szerettük volna ezt a mérkőzést megnyerni, becsületesen felkészültünk a ceglédi csapatból, és úgy érzem, hogy sikerült is. A helyzet kihasználásunk nagy mértékben feljavult, igazából az a bajnokság elején is megvoltak a helyzeteink a mérkőzéseken, valamiért ott nem mentek be, és most arra éltünk odáig, hogy most már bemennek. A sényű 10 fordulót követően 3 győzelemmel, 5 döntetlennel és 2 vereséggel a 8. helyen áll az NB3 keleti csoportjában. Azt látni kell, hogy meg saját bőrünkön tapasztalhatjuk hétről hétre, hogy szerintem az elmúlt évhez kb. Egy olyan 20%-ot erősödött a bajnokság, meg ugye minden hétvégén tényleg születnek olyan eredmények, hogy egyik csapat se mehet se otthon, se idegenbe, senki ellen biztosra. Szeretnénk még minél több pontot gyűjteni. Ugye a hivatalos őszi szezonból még van 5 mérkőzés, aztán november végén gyorsan kitavaszodik, és van 2 előrehozott mérkőzés, ugye, ahol szeretnénk minél több pontot gyűjteni ezeken a mérkőzéseken, ugye, mert tavasszal csak 13 mérkőzés lesz. A sényű vasárnap a tabella 6. helyén álló ESMTK otthonában lép pályára. A 11. forduló további párosítása a következő: Ceglét Balassagyarmat, Jászberény Tiszaújváros, DVTK 2 Putnok, Gyöngyös Tája, Füzesgyarmat Ózd, Eger Deac és 60 DVSC 2. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Minden eddiginél drágábbak az ingatlanok, az előző év azonos időszakához képest mintegy 20%-os árnövekedés tapasztalható, ami miatt az utóbbi időszakban jelentősen visszaesett a lakáseladások száma a városokban. Az ingatlan irodák szerint a közeljövőben mérséklődés várható még akkor is, ha a babaváró támogatást nagy részt a kisebb városokban és falvakban használják fel lakásvásárlás vagy felújítás céljából. 10 iskola és közel 40 vállalkozás vett részt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum állásbőrzéjén. A rendezvényt a Szakképzés Európai Hete alkalmából rendezték meg, immár negyedik alkalommal. A cél, hogy a munkavállalók és a munkaadók könnyebben egymásra találjanak, és tovább javuljanak a megyei foglalkoztatási mutatószámok. Több száz rászorulónak segítettek pékáru osztással szerdán Nyíregyházán a Kenyér Világnapja alkalmából. A Magyar Pékszövetség a jótékonysági cél mellett évről évre ezeknek az alapvető élelmiszereknek a jelentőségére is felhívja a figyelmet a Vörös Kereszttel közösen. A kenyér összetétele sokat változott az elmúlt időszakban, újabban a hosszabb szavatossági idejű kovászos félék a népszerűbbek. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 16-án szerdán. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Szerda este megnövekszik, majd hajnaltól jelentősen csökken a felhőzet. Kisebb csapadék az esti órákban a régió nyugati tájain nem kizárt. Éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, ködcitálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 fok körül alakul. Csütörtökön eleinte változóan, majd a nap nagyobb részében már inkább gyengén felhős idő várható sok napsütéssel. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 Celsius fok körül alakul. Folytatódik a napos, száraz, átlagosnál enyhébb őszi idő éjszakai ködképződéssel. A csúcs hőmérséklet jellemzően a 20-24 fokos tartományban mozog majd. Vasárnap már nyugat felől megközelít minket egy frontrendszer, de ebből jelentősebb felhősödés és csapadék inkább csak a jövő hét elején várható.